Péntek délelőtti nagyüzem a medencében, ki gyorsan, ki lassabban szeli a habokat, de minden csobbanón jól látszik, élvezik az úszást. A Vidra úszóiskolában bárkit szívesen megtanítanak a gyorsra, a hátra vagy éppen a mellúszásra, legyen az 3 hónapos bébi vagy 80 év fölötti aggastyán. Az elmúlt hetekben például gyógyult rákbetegeket oktattak itt a sátrasban, a halálos betegségből felépült úszótanoncok pedig nem csak élvezték a lubickolást, de a rehabilitációjukat is segítette a tanfolyam. Mindenki ajánlja a rehabilitációs jelleggel az úszást, de nagyon sokan voltak közöttünk, én is, akik nem tudtunk úszni. És hát ugye így nehéz, és a Győr megyei Jugubárus önkormányzat által kért civil pályázaton erre a programra pályáztunk, és nyertünk. Úgyhogy így valósulhatott meg ez az úszótanfolyam, ami nagyszerű volt, nagyon jól éreztük magunkat. A Vidrában ugyan először meglepődtek, hogy ezúttal gyógyult rákbetegeket kell megtanítaniuk úszni, de álltak a kihívás elé. Az úszóiskola vezetője szerint a vizes sportág minden betegség egy gyógyító gyógyszer, így tökéletesen alkalmas a rákból felépült emberek testi és lelki megerősítésére is. Ők választották meg az időpontot, 3 edző volt, 12-en voltak, tehát nagyon-nagyon kevés jutott egy edzőre, és mindvégig örömmel, jókedvel, mosolyal csinálták végig, és ugye lelkileg is följöttek, nem csak fizikailag, ez egy jó program volt lelkileg, ami visszahat a további gyógyulásukra. A Vidra úszóiskolában szinte állandó jelleggel 5000 győri és győr környéki tanul úszni. Van náluk babaúszás, de oktatnak diákokat, felnőtteket, sőt nyugdíjasokat is. A Vidrában úgy tartják, csak kedvesen, szeretettel és mosolyogva szabad úszást oktatni. Sikerük titka pedig az, hogy egyszerre több magasan képzett edzővel szerettetik meg az úszást bárkivel, aki csak erre a sportágra adja a fejét.